Kedves kollégák, kedves tagtársak! A Magyar Könyvtársok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Hivatásunk új kihívásaihoz kapcsolódóan 2016-tól évente nemzetközi tudományos konferenciát rendezünk. Konferenciáink jelentős eredményeket felmutató, komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltott rendezvények voltak. Szándékaink szerint, talán az első nap tapasztalatait elemezve azt is mondhatom, hogy ilyen ez a mostani előadás sorozat is. Talán nem úgy, ahogy eddig megszoktuk, nem azokat a módszereket alkalmazva, de az online megjelenés lehetőségeire építve alakítottuk ki előadásunk szerkezetét. A programból már látszott, de a második napon már kézzelfoghatóan is érzékelhető, hogy tematikus blokkokat igyekeztünk kialakítani. Az első nap nagyívű, általános trendeket, nemzetközi összefüggéseket felmutató és az elméleti megközelítésnek is lehetőséget adó előadásokat hallhattunk nagy érdeklődéssel kísérve. Kezdeti izgatottságunk után, most már kicsit megkönnyebbülten, de semmiképpen sem megnyugodva és hátradőlve készítettük elő a mai programot. Jövő hétre pedig egy meglepetéssel is készülünk. A második nap a marketing és az innováció témaköréből villant fel előadásokat. Első előadásunk a számos díjjal kitüntetett Odit mutatja be egy újabb megközelítésben Helsinkiből. Hogy csak egy díjat említsek a sok közül, a Helsinki Central Library Odi nyerte az IFLA egyik legrangosabb elismerését, az év közkönyvtári díját 2019-ben. Az intézmény tervezéséről hallottunk a felejthetetlen Maia Bengtsontól. Az első időszakról tavaly Hulla Havisztó számolt be, és most a már működő intézmény által kínált új szolgáltatások és az ezekhez szükséges kompetenciák, valamint elsajátításuk új módszereit ismerhetjük meg Antti Szauli rendkívül színes előadásában. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem érdektelen visszanézni, vagy újra megnézni az előadásokat, mert a diákon számos további információ látható, amelyekről az előadók nem beszélnek, így a szövegben sem olvasható. Antti Szauli, a Helsinki Városi Könyvtár nemzetközi tímjében tervezőként dolgozik 2012 óta. Könyvtári pályafutását ennek a könyvtárnak a 10-es Fiók könyvtárában kezdte, amely innovatív megoldásairól vált nevezetessé. Jelenleg a Városi Könyvtár nemzetközi kapcsolatait gondozza, és részt vesz a finn közkönyvtárak országos fejlesztésére irányuló szolgáltatások nemzetközi népszerűsítésében is. Személyében egy igen dinamikus kollégát ismerhetünk meg. Második előadónk Angela Repanovicsi, a Brassói Transzilvánia Egyetemről. Előadásában a könyvtári marketing előtt álló feladatok mellett megismerkedhetünk a kutatásokra alapozott, sikeres marketinghez szükséges célokkal, kompetenciákkal, érintve a módszereket és eszközöket is. A marketing történetét egészen 1886-ig visszavezető előadásában cselekvésre buzdít bennünket. Angela Repanovicsi professzor PhD fokozatát gépészmérnökként, majd a marketing témakörében szerezte a digitális repozitóriumokról. A Román Könyvtársok Egyesülete információs jártassággal foglalkozó szekciójának elnöke, számos könyv és tudományos közlemény szerzője, kutatási projektek koordinátora. Mai napunk harmadik előadója Gáti Georgina Gyöngyi, aki a kárpátaljai Sáros Orosziból küldte el előadását, melyben a kisebbségi létben élő kistelepülési könyvtár mindennapjairól, innovatív ötleteiről kapunk képet. Konferenciáink fontos pillanatai azok, amikor határon túli barátaink, kollégáink könyvtárait s az általuk képviselt személyes elkötelezettséget ismerhetjük meg. Így van ez most is. Gáti Gyöngyi a kárpátaljai Sáros Oroszi községben született. 2006. május 1-e óta vezeti a község könyvtárát, 10 éve pedig a könyvtár hangraforgó verséneklő együttesét. 2017-ben a könyvtár, ami összeköt Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok programjának ösztöndíjasaként köszönhettük őt.
Tanítványai között volt többek között Holozsai Eszter, a Virtuózok Fuvolista Korcsoport nyertese. Gyöngyi előadása két részből áll. A bemutató díja képei után láthatjuk, az Egy Magyar Sincs Egyedül Kárpátalján online akció felhívására készített kisfilmet, amelyben a könyvtárban alapított hangraforgó együttes néhány tagja énekel majd. Az a 15-25 tagból álló hangraforgó együttes, amely a 60 főt számoló Sáros-Öröszi iskola diákjaiból szerveződik. Megható az az elhivatottság, csengő hang, tiszta tekintet, amely ezekből a szemekből sugárzik. Ezért kérem, hogy teljesen rendhagyó módon befejezésű tekintsenek meg egy kis részletet a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete alapításának 25. éves évfordulójára rendezett ünnepség műsorából. Ezzel kívánok önöknek mára is remek előadásokat, szakmai feltöltődést, emberi pillanatokat. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltek gyönge csücskében. Pedig csak védett, meg annyi virágnak,